Novák Katalin Twitteren kérte arra az új vezérkari főnököt, hogy a történelem értelmezést hagyja inkább a történészekre, miután Böröndi Gábor az állami tévében arról beszélt, hogy amikor a náci Németország 1939-ben lerohant a Lengyelországot, tárgyalásos úton még elkerülhető lett volna a II. Világháború. Vadai Ágnessel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Én már látom az arckifejezését, a kedves nézők most nézik csak meg. Tehát igen, a történelem az mások műfaja, azt hiszem, de egy katonának szerintem legalább a hadtörténetet illik ismerni, nem? Én azt gondolom, hogy a vezérkari főnöknek, bármelyiknek, tehát most függetlenül, a lehető legkevesebbszer kell szerepelni a televízióban. De ha szereti. Ne szeresse, a katonáit szeresse, velük foglalkozzon. Leginkább a politikusoknak, tehát a HM politikai vezetésének kell megnyilvánulnia egyébként a magyar biztonságpolitikát illetően. De ha már azt gondolja, hogy elmegy a televízióban, és ott próbál valami okosat mondani, akkor ne csak próbálja, hanem mondjon is okosat. Ez, amit ugyanis a köztelevízióban mondod, ez egész egyszerűen értelmezhetetlen és felfoghatatlan, hogy miért gondolta azt, hogy ezt mondania kell. Sokszor elmondom ezt. Magától találta ki, akkor azért nem alkalmas vezérkari főnöknek, ha meg ezt valaki leírta neki, és ő elmondta, és utána az összes többi politikai nyilatkozatot, akkor meg azért nem alkalmas vezérkari főnöknek. Egyébként alapból is azt gondolom, és ez a Sziklaszilárd meggyőződésem, hogy amit az elmúlt mondjuk jó két hétben bemutatott a szitja gondolkodásmódtól, a nukleáris elrettentésen át, akkor a kiszivárgott állománygyűlésig, ahol arról értekezik, hogy kinek mit kell csinálni a feleségével, a szeretőjével, egészen eddig a történelmi értekezésig, igen széles spektrumban mozgott a vezérkari főnök úr. Egy hadsereg, de már háborúban is a vezérkari főnök két hét alatt az alkalmatlanságát bizonyítja, az unikális szerintem. Tehát, hogy biztos, hogy ettől, mert ilyeneket beszél, katonának alkalmatlan? Én azt gondolom, hogy ha valaki a Magyar Honvédség első számú katonai vezetője, már pedig ő az, hiszen erre a feladatra kérték fel, akkor neki nagyon megfontoltnak kellene. Különösen azután, hogy az év első felében, az első negyed évben a Honvédelmi Minisztériumban lényegében egy Sztálin típusú tisztogatást hajtottak végre, ahol a 45 év feletti 25 év szolgálati viszonnyal rendelkező katonák egy jelentős részét indoklás nélkül egy oldalon a miniszter döntés alapján lényegében kirúgdosták. Aztán most ugye, mint kiderült egy hozzám eljutott levélből, elkezdték őket visszafoglalkoztatni. Mert nincs ember, aki értene a dolgokhoz? Hát maradjunk annyiban, hogy volt olyan hely, ahol rövid idő leforgás alatt három vezetőt sikerült elfogyasztani, míg rá nem jöttek, hogy ez így nem fog működni. Tehát egy ilyen helyzetben, amikor amúgy is instabilitás van, amúgy is bizonytalanság van, hiszen nem tudják a tisztek vagy a tiszthelyettesek, hogy ha reggel bemennek és este kijönnek, akkor a kettő között nem rúgják ki őket, akkor a vezérkari főnök, ha már mindenáron beszélni akar, még egyszer mondom, szerintem nem kell, mindenáron beszélni akar, akkor neki ezeket a lehetőségeket arra kell felhasználni, hogy megnyugtassa a saját állományát. Amelyiknek lehet azt mondani, hogy vér és verejték meg könnye, meg lehet azt mondani, hogy akit majd elküld valahová vidékre szolgálni, és nem megy, azt ki fogja rúgni, csak azt fogja észrevenni előbb-utóbb a díszes kompánia a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy elfogy alóluk a Magyar Honvédség. Ugyanis a toborzás meg bármennyire is szépen mutat, hogy micsoda videók meg kiállítások vannak, azért az nem egy olyan egyszerű történet. Ahhoz pályát kell mutatni ezeknek a fiataloknak, de aki most azt olvassa, hogy ha 45 éves vagy, akkor kirúgnak, akkor az miért gondolná az a 20 éves fiatal hölgy vagy úr, hogy hát ez micsoda remek hely, hát ide szeretnék jönni. Hát talán a felvételi pontokért. Hiszen a honvédelem gyakorlatilag többet ér, mint a 4 év középiskola. Nézd, én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy kitalálják ezeket a szövegeket, hogy fiatalítás, meg high-tech hadsereg, és hogy mennyi eszközt bevásároltak, és valóban sokat bevásároltak, azon kellene elgondolkodni, hogy a vas
az ember nélkül semmit nem ér. Márpedig, hogyha szeretnék azt, hogy a fiatalabb generációja bejöjjön a Magyar Honvédségbe, akkor talán a fiatalabb generációval kellene beszélgetni. Én beszélgettem nem sokkal, de beszélgettem fiatalokkal, hogy érdekli őket ez a pálya. Hát még az is elfordul ettől a pályától, aki egyébként valaha is arra gondolt, hogy itt tevékenykedjen. Mert mit lát? Bizonytalanságot lát, azt látja, hogy a 45 éves a HM vezetése szerint öreg, megaláztatást lát, és aztán azt látja, hogy érkezik egy vezérkari főnök, akiről azért kevesen tudják, de igen jelentős szerepe volt a Szilvási György elleni perben eljáró debreceni katonai tanácsban, hiszen ülnökként ott szolgált, ahol első fokon 2 év 10 hónapra ítélték el Szilvási Györgyöt, akit aztán az eljárás végén fölmentettek teljesen, és erről az eljárásról, amiben a jelenlegi vezérkari főnök részt vett, megállapították, hogy eljárási szabályoktól hemzseget, viszont... Na, hibáktól. Eljárási hibáktól hemzseget, viszont az első fokú ítéletet követően ő a szárazföldi haderő parancsnoka lett. Hát mindenki vonja le ebből a következtetést. Viszont tőle, NATO-kompatibilis, vagy Fidesz-kompatibilis. Ön is, meg sokan, akik a honvédség állapotát kritizálják az elmúlt mondjuk évtizedben, némi alappal tették ezt. Ugye ezt a másik oldalról soha nem lehetett hallani, de azért az is kiszivárgott, hogy milyen módon írta le a honvédség állapotát. És hát az szerintem sokkal súlyosabb, mint hogy olyanokat mond, amik megkérdőjelezhetőek, mert ha neki igaza van, akkor ez, ami itt történt az elmúlt évtizedben, ez a teljes leamortizálás volt, ha nem túloz. Két dolgot kell rögtön az elején tisztázni. Az első az, hogy önmagában az, hogy egy állománygyűlésről, ahol az új vezérkari főnök beszél, ilyen gyorsan kiszivárog a leírat, ez már mutat egyfajta problémát a Magyar Honvédségben. A másik pedig, én nagyon örülök, hogy az új vezérkari főnök ilyen kritikus volt, egy dolgot felejtett el, az elmúlt 10 évben ő aktív részese volt a Magyar Honvédség vezetésének. Tehát ő ott volt, ő beleszólhatott volna abba, ráadásul az előző honvédelmi miniszterrel nyilvánvalóan katonaként napi kapcsolatban is volt. Tehát volt lehetősége ezekről a kérdésekről beszélni. Milyen furcsa, hogy most, ahogy vezérkari főnök lett, és ilyen, nem tudom én, hirtelen bátorság, gyűjtött, és egy zárt állománygyűlésen vér, verejték, könnyek, szenvedés mellett ilyen kritikusan fogalmazott a Magyar Honvédségről. Miközben valóban, ahogy én is mondja, évek óta, hanem egy évtizede mondjuk azt, hogy problémák vannak. És nem a beszerzésekkel is, azt nagyon sokszor elmondtuk, de főleg a humán erőforrás oldalt kellett volna nézni, vizsgálni, hogy mi lesz a Magyar Honvédséget. Csak azt tudom mondani, amit már korábban is mondtam, a vas ember nélkül semmit nem ér. És most látszik igazán. Az, hogy a vezérkari főnök az elmúlt 10 évben mit csinált akkor, különböző beosztásokban tábornokként, akkor reméljük, hogy egyszer elszámolt majd ezzel is, mert az ő felelőssége is. Az elmúlt 10 évnek nem az a mérlege, és most a honvédségtől függetlenül azt is belevonva. Ugye most is mit mond, hogy a vas az kevés. Azt mondják az elmúlt 10 év fejlesztéseire az országban, hogy a beton az kevés, ennél több kellene. Azt mondják az oktatáshoz értők, hogy az, ami történik az oktatásban, a mindenféle törvényeket meghozunk, meg életpályamodellt írunk, amit nem tartunk, de az kevés az emberekkel. Mindenhol az emberekkel kéne foglalkozni. Hogy minthogyha ez a kormányzás ehhez nem értene, hogyha ezek a kritikák jogosak. Nem arról van szó, hogy ehhez nem ért, pontosabban ez is igaz, hogy ehhez nem ért, de akarata sincsen. Tehát neki az nem jó, a jelenlegi kormánynak nyilvánvaló az nem jó, hogyha kiművelt emberfők sokasága van Magyarországon, akik nyelvet beszélnek, akik kritizálnak, nekik az a jó... De közben 21. századi honvédségről beszél, az másképp nem fog menni. De 21. századi honvédség az egy nagyon jó hangzó szlogen a high-tech hadsereggel együtt, és a fantasztikus kiállításon megjelenő mindenféle eszközökkel. De ugye senki nem gondolja, hogy a Magyar Honvédség alakulatainál mindenhol ez van. Tehát ez nyilvánvaló a kirakat, és ezzel nincs is gond, hiszen a toborzásnál mindig a legjobb eszközöket kell felsorakoztatni azért, hogy vonzó legyen. De látható módon az elmúlt években ezzel a kérdéssel nem foglalkoztak, és most is azt érzem, hogy pótcselekvés, mert közben ott van nagyjából 1000 ember, akik 45 év felettiek, még nem érték el a nyugdíjkorhatárt, nem kevés, messze van ettől, és ezektől az emberektől, akik már nyelveket beszéltek, megjárták a missziókat, hatalmas katonai tudásra rendelkeznek és kapcsolatrendszerre, ezeket így pöckölik ki a Magyar Honvédségből. Tehát érthetetlen ez az egész eljárás.
a hadseregben is, az egészségügyben is, az oktatásban is, a rendőrségnél és sok más helyen is. Nekünk, ennek az országnak a humán erőforrása hihetetlen potenciállal bír. De ebbe pénzt kell fektetni. Tanítani kell az embereket. És ne értse senki félre, én nagyon fontosnak tartom a honvédelmi nevelést, meg a hazafias gondolkodást. Én magam is patrióta vagyok. De ha nekem választanom kell, hogy mit tanulnék, ha én mondjuk általános iskolás vagy középiskolás lennék, akkor mit szeretnék tanulni? Akkor én biztos nem ezeket választanám először, hanem az angol nyelvet, a digitális tudást, a számítástechnikát, ilyen a matematikát, csak mondom még helyesírást, ilyen alapvető dolgokat, mert ma Magyarországon ott tartunk, hogy ezekkel van a legnagyobb probléma. És ez a kormány nem érti, vagy ha megérti, szándékosan akar egy olyan helyzetet teremteni, hogy azok, akik valóban szeretnének tudást adni a gyerekeinknek, azok látható módon nem kevesen már nyugaton, Ausztriába iratják be a gyerekeiket, már általános iskolába is, mert úgy érzik, hogy ez a magyar oktatási rendszer, ez a magyar egészségügyi rendszer, és még sorolhatnám ezt az összes ilyen rendszert, ez egész egyszerűen összeomlott, mert a kormány nem hajlandó ezzel foglalkozni. Azt gondolják nyilván, hogy ha épül sok híd, ha lesz sok eszköz, akkor ez elég. Csak a hídon akkor nem fognak átmenni emberek, mert nem lesznek, a harci járművek pedig maguktól vannak olyanok, de ezek, amiket mi vásároltunk, vagy a magyar mostani kormány vásárolt, ezek nem mennek el maguktól, ehhez emberek kellenek. Mindenhez voltak éppen, ami jó a világban. És jól képzett emberek, és ebben az országban meg lenne a potenciál erre. Badai Ágnes, a DK alelnöke, köszönöm szépen. Én is köszönöm.